A Kolozsvári Katolikus Egyetemből 1872-ben Magyar Királyi Kolozsvári Tudományegyetem, 1881-től pedig Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem lett. Az intézmény 1921-ben költözött Szegedre. A 20-as években a szegedi, akkor Szegeden működő egyetem az valóban egy kész egyetemként került ide, tehát semmiféle útkeresés, ilyesmi nem volt. Azok a professzorok, akik Kolozsvárról idejöttek, azok egy kész egyetemet hoztak magukkal, annak a szellemiségét, sok minden mást. Nagyon, nagyon felvilágosult szellemű, nyílt, a tudományokat támogató hozzáállású egyetem volt. Nem csak a múlt kutatásában működik majd együtt a két egyetem. A nemzetközi Erasmus programhoz hasonló Makovec program lehetőséget ad a két intézmény közötti diákcserére is. A Bábesbolyai Tudományi Egyetem diákjai jöhetnek Szegedre ezen megállapodás alapján résztanulmányokra, és fordítva a szegedi hallgatók is eljönnek hozzánk, és fél évet, egy évet tölthetnek ott úgy, hogy semmi költség nincs emögött, tehát a projekt finanszírozza a mobilitást és a tandíjat is. Az egyetem történeti kutatások egyébként nem most kezdődtek Szegeden. Az eddigi eredményekből a dízelítőt, az a 13 nagyméretű poszter, amely 1872-től 1919-ig mutatja be a kolozsvári egyetem életét. Számtalan fényképet mutatunk be a Kolozsváron fölépített egyetemi épületekről, ahogy ez a majdnem fél évszázad alatt kiépültek az egyetemi klinikák, a kutatóintézetek, az egyetem főépülete, tantermek, kollégiumok, menza, egyéb épületek. Dokumentumokat mutatunk be professzorokról, portrékat, illetve az egyetemi gyűjteményekről. A kétnyelvű tablókon tehát szeretnének bemutatni mindent, amit az egyetem kint hagyott Kolozsvárot. Az anyagot augusztusban a Bábesbolyai Egyetemen, novemberben Szegeden az őszi kulturális fesztiválon láthatja a közönség.